akárcsak tavaly, az idei évben is drágulnak a zöldségek. Míg tavaly a káposztafélék átlagára 400-600 forint között mozgott, idén az új káposzta ára akár a 800 forintot is elérheti. A magyar káposzta például drágább, mint az Olaszországból importált. A helyi őstermelők a drága palántára panaszkodnak, de az időjárás sem kedvez nekik. Úgy néz ki, hogy szárazság lesz az éven is, mint tavaly volt. Tavaly emelkedtek a zöldségeknek az árai, főleg a zöldségsárgarépa árak, azok nagyon megemelkedtek, káposzta árak. Az éven már el vannak veteményezve nekünk, zöldségsárgarépa már locsoljuk, hogy ki tudjon kelni, mert már lassan két hete nem volt egy szikra eső se nálunk. Palántozunk, és mindent locsolni kell már, úgyhogy úgy néz ki, hogy megint drágaság lesz. A tojás tekintetében viszont pozitívum, hogy idén jelentősebb áremelésre nem kell számítani. A normál méretű tojás ára átlagosan 37 forint, míg a nagyobb méretűért 50 forintot kell fizetni. Ez az ár tavalyhoz képest nem igazán változott, viszont húsvét környékén enyhe áremelésre kell készülni a kiugró kereslet miatt. A fogyasztóknak arra kellene inkább vigyázni, hogy igazolt eredetű, mindenféleképpen magyar tojás, és mindenféleképpen csak olyan helyre vásárolják ezeket a tojásokat meg, ahol tudják is ezt bizonyítani, hogy magyar tojást vásárolnak. Illetve szeretném kiemelni azt, hogy nem azzal történt itt már a változás, hogy az árak folyamatosan meglépnek, hanem a fogyasztói szokások változtak meg. Mindig mindent az utolsó pillanatra hagyunk. Úgyhogy inkább arra kérném a vevőket, hogy ne az utolsó és utolsó utáni pillanatokra hagyjuk ezeket a vásárlásokat, hanem kicsit előbb próbáljuk meg bevásárolni a tojást, illetve amit szeretnénk húsvétre. A tavalyi nagy szárazság miatt az idén kevesebb van a vöröshagymából, ami tavaly ilyenkor 250 forintba került, mostanra akár a 350 forintot is elérheti kilónként. Ugyanez a helyzet a burgonyával is, ennek ára szintén 400 forinthoz közelít. Idei ár alakulása, mint minden évben a primörök bejövetelnél, a paradicsom, paprikafélék azok elég magas árba indulnak meg, és ahogy több meg az időjárás is jobban bejön a jó idők, kevesebb fűtés, minden, úgy csökkennek az árak lefele, meg hogyha több van bennük behozatalba a magyar áruból, akkor egyértelműleg csökken az áru. Amiből meg sajna kevés, az meg növeli az árat, ami több fűtést igényel, meg több munkát még az elején. Jó hír viszont, hogy a húsárak tavalyhoz képest lényeges változást nem mutatnak. Húsvét közelettével slágertermék a sertésdagadó, a különféle füstölt sonkatermékek és kolbászok. A sertésdagadó nálunk 1280 forint, a füstölt termékek azok hagyományosan készült, mi készítjük a saját füstölt termékünket, a füstölt arja 1800 forint, a darabolcom is 1800 forint, a kolbászunk meg 1650 forint. Helyek közel ezek se változtak. Az árusok a hét minden napján reggel 6 órától várják a vevőket, de a kifejezett piacnapok a szerda, péntek és a szombat.